Minden oldalról körülveszel engem, és fölöttem tartott kezedet. Aztán. Ha tudnánk ezt az egy kis igazságot Istenről, soha többé nem lennénk magányosak. Ő körülvesz engem. Ott van előttem, mögöttem, mellettem. Az ilyen igazságokat Isten tulajdonságainak nevezzük. Ezt jelenti Isten. Ő nem részesedik belőlük, hanem ezek Ő maga. Isten a szeretet, és mi részesedünk a szeretetből. Isten a jóság, és mi részesedünk a jóságból. Isten irgalmas, mi részesedünk az irgalmasságból. De tudjátok, Isten ezek mindegyike, és azt mondja, fölöttem tartod kezedet. Életünk folyamán sokszor megtörténik, és nem is tudjuk, de egy nap majd megtudjuk, valami történik, de Isten fölötted tartja a kezét. Megvéd téged, megvéd. De te nem is tudod, és ezért hálát kell adnunk Istennek, meg kell köszönnünk Istennek mindent, amit úgy tett értünk, hogy nem is tudtuk. Emlékszem, a gerincműtétem után sok-sok éve volt, nem tudom pontosan, volt egy nő, aki elvitt a kezelésre. Csak beszélt és beszélt, itt volt a kórház, itt voltunk mi, éppen be akart kanyarodni a kórházba, és egyszer csak megjelent előttem az anyósülés felüli oldalon, ahol én ültem, egy nagy busz hűtőrácsa. Éreztem a melegét mert nem nézett körbe, amikor kezdett kanyarodni. Az a bussofőr úgy félrerántotta a kormányt, hogy felhajtotta a járdára. Csak így menekültem meg. Mindketten meghaltunk volna. Belénk jön a busz. De tudod, Isten oda tette a kezét. Ilyen mindannyiótokkal történt már az életben valamikor. Lehet, hogy nem autó vagy busz, talán csak valami vagy valaki. Azt írja, fölöttem tartott kezedet. Oly nagy, oly csodálatos nekem ez a tudás, észel föl sem érhetem. Tudod, ez Isten szeretete irántad, ezért kell jónak lenned. Nem sérthetsz meg valakit, aki ennyire szeret téged. Nem tehetjük, többet nem sérthetjük meg Istent. Tudod, ez nem helyes, ez hálátlanság. Tudod, ha ezt a két bekezdést megtanulnád, vagy csak gyakran elolvasnád, akkor tudnád, hogy ő mennyire szeret téged. És soha nem akarnád megbántani őt. Úgy sértjük meg Istent, mintha semmiség lenne. Nem tartjuk be a parancsolatokat. Hazudunk és csalunk. Nem mindenki, de elég sok lélek van veszélyben. De ha ezt tudod, és akkor a zsoltáros azt mondja, hová mehetnék lelked elől? Hm. Sehová. Hát nem csodálatos, hogy valaki mindig jelen van, aki ennyire szeret téged. Ő nem megy nyaralni. Nem hogy eltéged. Még sohasem hagyott cserben. Ő mindig jelen van, és a Zsoltáros azt mondja, hová mehetnék lelked elől? Hová bújhatnék színed elől? Fiatal nővérként eléggé makacs volt, igazából ma is. És a tisztelendő anya tanított minket elmélkedni. Azt mondta, helyezkedj el Isten jelenlétében. Én meg azt gondoltam magamban, hát nem is tudnék az ő jelenlétén kívül lenni, ő mindenütt ott van. Az okos novícia, aki most lépett be a rendbe, és már tudta ezeket, butaság volt, tényleg butaság. De igaz. Hová mehetnék az ő színe elől? Sehová. Ha tudod ezt, akkor még ha egyedül is vagy, és még ha az emberek el is hagynak, a gyerekeid nem figyelnek rád, Isten ott van veled.